Jackie Sutton, miután előzőleg lefoglalta járatait előbb a londoni Heathrowról Isztambulba, majd Isztambulból Erbilbe, 2015. október 17-én szombaton este 21:58-kor landolt a Turkish Airlines TK-1986-os járatával az Atatürk repülőtéren. A ruhákon és egyéb személyes tárgyakon kívül a podgyászta tele volt könyvekkel a PhD kutatásához, ajándékokkal a kurd barát Hiva Oszmán gyerekeinek, továbbá 10 kiló állattele dellele nyúlnak, amit nem sokkal korábban mentett meg. Látszólag minden normálisan ment. A média szakértőnek 2 órát kellett várnia Isztambulban a továbbutazásra, így hát vett 2 üveg bort, amit még korábban ígért Hiva Oszmán családjának, majd felkereste a társalgót, ahol megivott 2 doboz sört, miközben egy John Grisham regényt olvasott. A kávézó egyik dolgozója később azt mondta, hogy Jackie-t senkivel nem látták ez idő alatt. 1 óra elteltével egy váróterembe ment, de még túl korai volt a beszálláshoz, ezért leült és egy kicsivel később elaludt. Amikor azonban beszállásra szólították az erbili járatra várakozókat, meg sem moccant, nem reagált semmit. 0 óra 15 perckor, amikor Sutton gépe menetrend szerint elindult, ő még mindig a székében aludt. 15 perccel később aztán az aktivista az indulási kapuhoz sétált, de az zárva találta, ám eleinte nem mutatta pánik jeleit. Jackie ezt követően az információs pulthoz ment, ahol közölték vele, hogy a csomagét kipakolták és a jegypénztárhoz irányították. Ott megtudta, hogy a következő gép 12 óra múlva indul Erbilbe, és ha fel akar szállni rá, ismét jegyet kell váltania, mivel az eredetit a cég szabályzata miatt nem lehetett lecserélni vagy átrakni. Sutton ekkor azt mondta a személyzetnek, hogy nincsen pénze másik jegyre, és sírni kezdett, de az alkalmazottak azt mondták neki, hogy ők semmit sem tudnak tenni, így el kellett hagyni a biztonsági területet. Miután szembesült a problémával, és miközben más utasok más járatokra szálltak fel, a már szemmel láthatóan ideges és talán kissé ittas nő hajnali 1-kor belépett a nemzetközi terminál érkezési szintjének tranzit részlegében kiépített egyik WC-be, és soha többet nem látták élve. A következő 7 percben összesen 7 nő kereste fel a mosdót, köztük 3 orosz turista is, és ők fedezték fel, hogy Jackie lábai egy WC fülkében összerogytak, a teste pedig a cipőfűzőjénél fogva lógott az ajtó belső részén lévő fogasról. Azonnal végigrohantak a tranzitcsarnokon és riasztották az orvosi csapatot, de sajnos nem tudták újraéleszteni. Amikor a rendőrök a helyszínre értek, Jackie Sutton-t 2 bankkártyával és nagy mennyiségű készpénzzel találták meg, és semmilyen holmia sem hiányzott. Nem megerősített török sajtóértesülések szerint 2000 dollár volt a podgyászában, míg más források szerint 2300 eurót találtak a pénztárcájában. Halála mindenkit megdöbbentett, mert egy járat lekésése nem kellene, hogy ok legyen az öngyilkosságra, de a tragédia több szempontból is nagyon gyanús volt. Jackie például többször is hangosan kikelt korábban az iszlám állam ellen, és emellett kurd barát is volt, ami nem csak Törökországban, de Irakban és Szíriában is érzékeny téma több mint 40 milliós országtalan népcsoport függetlenedési törekvései miatt. Illetve egy másik rejtélyes haláleset is történt 1 évvel korábban, amikor egy bizonyos Serena Shim nevű amerikai újságírónő halt meg egy autóbalesetben Törökországban, miután arról számolt be, hogy látta, mint a török határon az iszlám állam fegyvereseit csempészik át Szíriába. Thank you.
Jacqueline Ann Sutton 1965-ben született a Hertfordshire-i Hatfieldben, 36 km északra Londontól egy tanult középosztálybeli családba. Két nővére és egy fiú testvére volt, gyerekkorukban pedig egy ideig a Hatfield House nevű vidéki rezidencia területén éltek. Erről tudni érdemes, hogy már a 15. században volt itt egy királypalota, de aztán a 17. században lebontottak belőle néhány szárnyat és jakab stílusban hozzáépítettek egy új kastélyt. Na már most Hatfield egyebek mellett arról nevezetes, hogy több uralkodó is itt töltötte a fiatalkorát, úgy mint Boleyn Anna lánya, a szűz királynő első Erzsébet és az ő féltestvére első Mária is. Ők mindketten a nemok nélkül rettegett 8. Henrik angol király lányai voltak. Első Mária pedig talán többeteknek lesz ismerős, azt mondom, ő volt a híres Bloody Mary. Szóval a kis Jacqueline-ék itt éltek egy darabig, ám 7 éves korában az Essexi Maldonba költöztek, ahol a szülei megvásárolták a Maldon Court School-t, ami körülbelül egy fiataloknak létrehozott javítóintézetnek felelt meg. A kislány beceneve 8 éves korától kezdve Jackie lett, Y-nal írva a megszokottabb IE helyett, ugyanis ki nem állhatta az IE-vel írt Jackie magazint. Tinédzserként több egészségügyi problémával is szembe kellett néznie, például egy időben anorexiás volt, Jenny nővére pedig azt mondta, hogy nem igazán volt önbizalma, ami miatt még keményebben hajtott az életben. Jackie a Colchester megyei lányiskolába járt. Ez egy gimnázium volt, de annyira utált oda járni, hogy inkább átiratkozott egy vegetáriánus bentlakásos iskolába, ahol Iránból és Irakból elüldözött és vagy elmenekült fiatalokkal is találkozott. Később a Warwick Egyetemen diplomázott angol irodalomból és spanyolból, majd 2 évet töltött Ontárióban, ahol házakat építettek a kanadai őslakosok számára. Minden ismerős egy félelmet nem ismerő, gondoskodó és szeretettel teli nőnek tartotta, aki szinte egész életében humanitárius aktivistaként dolgozott és rendkívül kompetens volt a témában. Jackie 5 nyelven beszélt, köztük arabul is, és sokáig élt fegyveres konfliktus sújtotta országokban, például Afganisztánban, Iránban, Pakisztánban, Eritreában, Szomáliában és Etiópiában, de még Gázában is eltöltött egy kis időt. Újságíróként és producerként 1998 és 2000 között a BBC World Service-nél dolgozott, melynek keretében Afrikából, a Közel-Keletről és Londonból tudósított, de rövid ideig Rómában élve bedolgozott a Vatikáni Rádiónak is. A felfelé ívelő karrierjével ellentétben a magánélete sokszor nagyon szomorúan alakult. 1998-ban például elvesztette az édesanyját, miután mellrákkal diagnosztizálták, 2000-ben pedig hozzáment a férjéhez Charleshoz, az amerikai haditengerészeti bűnügyi nyomozószolgálat egyik tagjához, akit Eritreában ismert meg. De annak ellenére, hogy szerették egymást, 4 évvel később mégis elváltak. Jenny szerint leginkább azért, mert 9-11 után teljesen kibékíthetetlenné váltak a nézeteik az amerikai külpolitikáról. Egészen pontosan Jackie ellene volt minden nemű katonai megoldásnak, míg Charles pont ezt tartotta helyesnek. 2004-ben ráadásul a válláson túl elvesztette matematika tanár édesapját is. 39 évesen tehát igencsak egyedül maradt. A szüleit elvesztette, túl volt egy válláson, gyereke pedig nem volt, csak 2 mentett macskája, és gyakorlatilag a munkájának élt. Az egyik állatot egyébként Dzsingisznek hívták, ő egyféle szemű és fogatlan kóbormacska volt, akit Irán utcáin talált, majd később kicsempészte magával, miután kénytelen volt elhagyni a Perzsa országot. A következő években az ENSZ fejlesztési programjánál dolgozott különböző vezetőbeosztásokban, Afganisztánban, Iránban, Nyugat-Afrikában és Gázában, 2008-ban pedig egy média és választási projektet vezetett a szervezetnek Bagdadban. 2013-ban 25 év nemzetközi segélymunkát követően aztán vásárolt egy lakást és letelepedett az ausztrál fővárosban, Canberrában. A beszámolók szerint igencsak különleges otthont varázsolt az ingatlanból, ugyanis az évek során gyűjtött szőnyegekkel és kerámiákkal dekorálta ki. A tragédia idején az Ausztrál Nemzeti Egyetemen csinálta a doktoriát, melynek középpontjában iraki és afgán női média szakemberek 2003 és 2013 közti nemzetközi fejlesztési támogatása állt. 2015. júliusa óta pedig terepmunkát végzett iraki Kurdisztán fővárosában, Erbilben. Tanulmányaival párhuzamosan több mint 130 diáknak tartott külön órákat, egy ottani barátja pedig úgy emlékezett vissza, hogy Jackie-ről ismert volt, hogy mindenhová biciklivel ment. Tapasztalt háborús riporter létére nagyon élvezte a szerényebb impulzusokkal operáló egyetemi közösséget, de hiányolta az adrenalint és azt mondta, ez eléggé függőséget okozhat az emberek számára. Ezzel kapcsolatban egy kollégája Elizabeth Mulhall hozzátette, hogy Jackie mindig arról beszélt, hogy alig várja már, hogy visszatérjen a terepre.
2015. június végén kinevezték a londoni központú és konfliktuszónákban újságírókat képző IVPR nevű szervezet iraki vezetőjének, miután május 2-án 41 éves elődje Amar al-Shakbander 16 emberrel együtt meghalt egy autóba rejtett pokolgépes robbantásban Bagdadban, amiért az iszlám állam vállalta a felelősséget. Egy héttel a végzetes utazás előtt pedig részt vett al-Shakbander megemlékezésén a Fleet Street-i Szent Menyasszony templomban. Ott léte alatt a nyugat-londoni Ektonban található két hálószobás lakásában szállt meg. Halál előtt iraki Kurdisztánban dolgozott és egy kurd újságíróval együttműködve történeteket gyűjtött irakiaktól, kurd keresztényektől, szunnita és síta muszlimoktól, valamint zsidóktól. Bár ez történelmileg nem igazán állja meg a helyét, de Jenny Sutton szerint idézem. Történeteket gyűjtött arról, hogyan éltek együtt ezek a közösségek nemzedékeken át békében egymás mellett, mielőtt a nyugat beavatkozott volna és a háború miatt ilyen szörnyű szektás megosztottság alakult ki közöttük. Eközben az IVPR munkához látott az egyre csak növekvő iszlám állam nőellenes üzeneteinek ellensúlyozására. Susan Hutchinson egy hallgatótársa szerint, amikor elvállalta a munkát, tudta, hogy az elődjét megölték. Tudtuk, hogy ez egy veszélyes munka egy veszélyes országban, tette hozzá. Júniusban Jackie írt egy e-mailt Amanda Whitley-nek, egy barátjának a Hörkamber nevű magazinnál, amiben leírta az új pozíció veszélyeit és megemlítette, hogy szállást kellett váltani Erbilben, mert nem volt menekülő udaszobájából, ha valaki rátört volna, hogy megölje őt. Jelenleg egy szállodában vagyok, egy visszafogott szállodában, ahol alig vannak vendégek. A szállás lényegében egy szoba és egy fürdőszoba az iroda felett, egyetlen be is kijárattal és aztán egyből az utca. Tehát ha valaki hivatlanul jönne be, akkor csapdába esek, és hogy kurd barátaim mondták, elég egy elmeháborodott, aki azt hallja a pénteki imák során, hogy külföldieket ölni maga a dzsihád, és egy szempillantás alatt már kopogtatnak is az ajtódon. Erbil nőtt méretében, de így is tudja mindenki, hogy hol vannak a külföldiek, tehát a jövő hétig a szállodában maradok, aztán átköltözöm néhány kurd barátomhoz, akik egy zárt közösségben élnek, írta. Ezek a barátok egyébként egy bizonyos Hiva Osman és a családja voltak, és a körülmények ellenére az ex-riporter szerette Irakot és a várost. Nagyon jó újra itt lenni, a bagdadi és erbili barátaim szinte megállás nélkül hívtak, fogalmazott Sutton. Ugyanebben az e-mailben felfedte azt is, hogy posztraumás stressz szindrómája volt, miután kémkedés gyanújával letartóztatták az Eritrában töltött 5 éve alatt. Ennek hatására 1995-ben egy Prozac nevű antidepresszánst kezdett szedni, de egy hónap után abba hagyta a használatát a szerinte komolyan furcsa mellékhatások miatt. A fogvatartásáról, mint életet megváltoztató élményről beszélt, 1998-ban pedig végleg kiutasították az országból. A személyiségéről minden esetre sokat elmondott az a kis történet, amit a Nyugat-Afrikában eltöltött időszakáról egy ékszer diagnosztizált újságíró barátja idézett fel később. Eszerint Jackie az a fajta gondoskodó személyiség volt, aki még akkor is a társasága maradt, amikor sokan féltek még a közelébe is menni. 2015 őszén nagy tervei voltak a jövőre nézve, korábban ugyanis egy olyan projekt finanszírozására pályázott, melynek keretében azt tervezték, hogy megtanítják az iraki embereket, hogyan használják a közösségi médiát a szélsőségesség elleni küzdelemre. Szeptember 29-én pedig megtudta, hogy sikeres volt a pályázata, és $1 millió ítélt oda az IVPR programra. A szervezet úgy fogalmazott, hogy Jackie tele van új, innovatív munkákkal kapcsolatos tervekkel, beleértve az erőszakos szélsőségek elleni küzdelmet, ami egy olyan országot fenyeget, ami iránt annyira elkötelezett volt. Nagyon izgatott volt, az egekbe járt, mondta a The Sydney Morning Heraldnek Sebastian Klich, egy barátja. Millió teendője mellett a repülés előtt még benyújtott egy fejezetet is a doktori munkájához, valamint épp lakást akart venni Spanyolországban, ahová kauciót is átutalta már. A megelőző hetek tehát eseménydúsan teltek az aktivista számára, de nem minden volt örömteli, ugyanis az év során számos barátja és kollégája is áldozatául esett a terrorizmus elleni harcnak. És így érkezünk el a naphoz, amikor ismét útra kelt a Közel-Keletre. Október 19-én az IVPR nyílt és átlátható vizsgálatot kért, míg egy újságíró barátja, Rebecca Cook, az ügy nemzetközi kezelését szorgalmazta. Jackie bátyja ilyen azt mondta, hogy idézem, úgy tűnik, hogy vannak nagyon furcsa körülmények, túl sok minden volt, amiért élnie kellett volna még, és túl sok ember számított rá, hogy egyszerűen csak kiszálljon.
Az isztambuli hatóságok azonban teljes mértékben együttműködtek és átláthatóan dolgoztak. Például amikor a nővére a következő napokban Törökországba érkezett, a rendőrök megmutatták neki a helyszíni fotókat, a vágatlan biztonsági kamerás felvételeket és a teljes dokumentációt a tanúvallomásokkal együtt. A vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy nincs bizonyíték arra, hogy az incidensben a már előtte a birtokában lévő tárgyakon kívül más tárgyat vagy anyagot is használtak volna. A repülőtér biztonsági személyzete és a helyi rendőrség is kielemezte a kamerák felvételeit, és a síráson kívül semmi sem mutalt arra, hogy mi fog történni, és egyetlen gyanús alak sem követte őt a toalettre. 2016. júliusában aztán halott kémi meghallgatást tartottak egy észak-londoni bíróságon. A család és barátok korábban kételkedtek az öngyilkosság elméletben, de Andrew Walker halottként minden más lehetőséget kizárt, mivel nem volt bizonyíték külső beavatkozásra. A meghallgatáson Jenny azt mondta, hogy idézem, halál egyetlen pillanatnyi rendkívüli stressz és pánik után következett be, és a pillanat hevében hozta meg a döntést. Nem hiszem, hogy előre eltervezett lett volna, nem hiszem, hogy előzetesen szándékában állt volna véget vetni az életének. Amikor a halottként megkérdezte tőle, hogy szeretné, ha hozzátenném, hogy hirtelen felindulásból történt, a nővér úgy felelt, hogy igen. Jackie egyik kollégája, Anthony Borden, az IVPR ügyvezető igazgatója úgy nyilatkozott, hogy idézem. Őt mindenki szerette, teljesen le vagyunk sokkolva. Jackie volt az egyik legjobb szakember, aki Irakkal foglalkozott, közel 10 évet szentelt az életéből annak, hogy segítsen az országnak. Mint említettem, a helyi rendőrség teljes mértékben együttműködött és hozzáférést biztosított a teljes dokumentációhoz, valamint a fényképekhez és a kamerafelvételekhez is. A család pedig azt írta közleményében, hogy idézem, a család elégedett a török hatóságok által indított nyomozással. Mélységesen szkeptikusok voltunk az első jelentésekkel kapcsolatban, a látottak alapján azonban ezen a ponton úgy gondoljuk, hogy Jackie egyedül cselekedett. A halottként végső megállapítása szerint Jackie Sutton hirtelen felindulásból ölte meg magát, miután lemaradt az erbili járatról. 2020-ban az Ausztrál Nemzeti Egyetem Arab és Iszlám Tanulmányok Központja díjat alapított a nevében, és a Jackie N. Sutton díjat minden évben az a hallgató kapja, aki a legjobb eredményeket éri el a Politika a Közel-Keleten nevű kurzuson. Szinte teljesen biztos, hogy az év bármely más napján, ha valóban pénzre lett volna szüksége, Jackie felhívta volna az IVPR-t vagy a családját, hogy vegyenek egy másik jegyet vagy küldjenek pénzt, és miközben a következő járatra és indulásra várt, elmerülhetett volna a híres isztambuli éjszaka életben, folytathatta volna a disszertációját, aludhatott volna, vagy bármi mást is csinálhatott volna. Egyetemi professzor Amin Saikal egy interjúban úgy fogalmazott még a halott kémi vizsgálatok előtt, hogy idézem, nagyon furcsának és nehezen hihetőnek tartom. Jackie tudta, hogyha problémái vannak az utazással, kapcsolatba léphetett volna velünk, és mi azonnal szerveztünk volna neki segítséget. A nála talált nagy mennyiségű készpénz és a két bankkártya egyértelműen mutatja, hogy amúgy bőven volt nála elég pénz. Különösen, ha igazak voltak a török sajtóértesülések. Egy gyors Google keresés megmutatta, hogy a videó készítésének idején a legközelebbi járat Isztambulból Erbilbe $582 került, egy másnapi egy pedig $198-nál kezdődött a turista osztályon. Figyelembe véve ezeket és a tényt, hogy Jackie tapasztalt világutazó volt, és hogy többször is megtette már ezt az utat, a döntését egyszerűen képtelenség felfogni. Ez a tragédia sok szempontból megmagyarázhatatlan, de a legrejtésebb kérdés talán az, hogy milyen gondolatok vezethetnek egy olyan elsőprő szorongáshoz és hirtelen összeomláshoz, hogy eldobjon mindent, amit 50 év alatt elért és a következő évekre eltervezett, és hogy azok miatt szinte azonnal öngyilkos legyen. Talán azt hitte, hogy csapdába esett a terminálon, vagy újonnan kinevezett főnökként cserben hagyta a munkahelyét és a terjeszkedő iszlám államtól szenvedő iraki embereket, vagy valami egészen mást, amit soha nem fogunk tudni megérteni. Az biztosnak tűnik, hogy senki sem bántotta, ezért a megoldást talán az életében és a traumáiban kell keresni.